A hepatitis A az egyik legelterjedtebb vírusfertőzés a világon, ráadásul igen ellenálló. Mínusz 20 fokon még életképes, plusz 100 fokon pedig legalább 5 perc kell ahhoz, hogy elpusztuljon. A vírus szájon át vagy széklet útján terjed, de szennyezett víz, mosatlan zöldségek és gyümölcsök is terjeszthetik. Idén augusztus elejéig drasztikusan nőtt a megbetegedések száma a korábbi évekhez képest. Ezek jelentős részét a fővárosban regisztrálták, ahol területi járvány bontakozott ki. Emiatt az országos tiszti főorvos körlevélben figyelmeztette a fővárosi egészségügyi szolgáltatókat. Megyénk jó helyzetben van, oda is figyelünk. Természetesen itt is voltak az elmúlt években kisebb halmozódások, de például ebben az évben elszórtan 3 eset fordult elő, és összefüggés sem volt. Tehát ez Csirájában el lett folytva. Pedig a lappangási idő hosszú, akár több hét is lehet. 15-30 nap, de 50-60 napos lappangás is előfordul. Tehát tudjuk, hogy ami hosszabb lappangási idejű, azt utána úgymond nehezebb felderíteni, hogy na honnan is származik. A tünetek azok egy ilyen emésztőrendszeri problémával kezdődnek, émelygés, hasi puffadás, hányinger, hányás, gyengesség, és utána következik a sárgaság. A sárgaság 6 éves kor alatt nagyon ritkán fordul elő, általában nagyobb gyerekeknél és felnőtteknél fordul elő, és ez is több hétig terjedhet és tarthat, és maga a betegség is akár elhúzódhat hetekig, hónapokig. Szakértők szerint a felnőttek jelentős része átesett már tünettel járó vagy tünetmentes betegségen. Megelőzés szempontjából fontos a gyakori kézmosás, a fertőtlenítés, és hogy ellenőrzött vízzel mosott zöldségeket és gyümölcsöket fogyasszunk. Ezt már óvodáskorban is igyekeznek megtanítani a gyerekeknek. Sajnos általában ősszel halmozódás figyelhető meg az ilyen enterális fertőzéseknél, hiszen óvodákban, iskolákban a gyerekek egymással szorosabb kapcsolatban állnak. Pontosan ezért arra kell őket tanítani, és az iskoláknak is fel kell arra készülni, hogy gyakori kézmosás, fertőtlenítőszerek, úgy, mint a COVID alatt, és a gyerekek ebben szocializálódjanak. Tehát étkezés előtt kezet mosni, WC használat után kezet mosni, az óvónők, a pedagógusok erre figyeljenek oda, és akkor ezzel ezt a halmozódási veszélyt meg lehet előzni. A megyei tiszti főorvos hozzátette, a hepatitis A a vírus csoportból a legjobb indulatú, és a legtöbb esetben spontán gyógyul. Aki mégis biztosra szeretne menni, az védőoltást is beadathat a fertőző májgyulladás ellen. Ezt ázsiai országokba való utazás előtt megelőzésként ajánlott beadatni. A védőoltás ingyenes, a házi orvos adja be azoknak, akik igénylik.